Köszöntöm Önöket, 2021 első önkormányzati percek című műsorát látják. Lambert Krisztina áldozatos munkájával évek óta erősíti Rákosmente önkormányzatának állatvédő csapatát. 2020. november 1-jével bővült a tevékenységi köre. Hogy pontosan mikkel, ezekről beszélgettünk. Tartsanak velünk! Üdvözlöm Lambert Krisztina állatvédőt, köszönöm, hogy elfogadta a felkérést. Én is üdvözlöm, köszönöm szépen én is a felkérést. Alapvető témánk tehát tulajdonképpen az állatvédelem lesz itt Rákosmentén, és ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy ebben feladatkörben Rákosmentén önkormányzatával igen szoros együttműködésben van, és valóban a helyhatóság nagyon sokat tesz ebbe a nehéz témakörbe, hogy minél több embert arra ösztökéljen, hogy valójában az állatok, akik velünk együtt élnek, egyben a barátaink is, és szeressük őket. És akkor nézzünk néhány korábban már meghozott fontos dolgot, ami szerves része az önkormányzatnak, például a kennelek, ugye, amiket felállítottak, ezekkel kapcsolatban mit tudna elmondani? 2015-ben ugye a képviselőtestület elfogadta ugye az állatvédelmi koncepciót. Ennek a keretében létrejött ugye ez a két kennel, megkezdte a működését, mint ahogy már láthatták többen ugye Rákosmente önkormányzata oldalán nem régen jutottunk el az ezredik, illetve hát most már azon fölül vagyunk, az ezredik kutya látogatónkink, akiket a kerületbe fogtak be, és nagyon kedves állatbarátok behoztak hozzánk. Mi leolvastuk a csipjét, ami 2019-ig éjjel-nappal sikeresen működött. Most ugye a korlátozások miatt egy kicsit döcögősen megy, de továbbra is azért zökkenőmentesen megy a leolvasás, és továbbiakban is hoznak be kutyalátogatókat. Maga az állatbarát Rákosmente koncepció, amit nézzünk, amiről ugye már egy jó ideje be van vezetve ön szerint, ez mennyiben változtatott az emberek szemléletén, hiszen nagyon sok a kutyatartó itt a kerületben is. Hát ez nagyon hosszas lenne elmesélni. Én nagyon bízom benne, hogy Budapest 17. kerületében azért egy kicsit változott az állattartási szemlélet ezzel kapcsolatban, mert esetleg akinek a kutyája már egyszer vagy kétszer bekerült, és megkapta maga kötelező határozatát például ugye az állattartási ügyintézőtől, a hatósági állattartási ügyintézőtől, az azért egy kicsit másképp szemléli ezt a dolgot, és az állattartás körülményeit megoldotta, úgyhogy én bízom benne, hogy azért nagyon sok mindenben módosult ez. A csípes rendszert már szóba hozta, ezért nagyban segít mindenkinek, hogy a kutyáját például megtalálja, vagy tudják azonosítani? Igen, 2013 óta ugye kötelező a csíp, a kutyákba beültetés 4 hónapos kortól kötelező. Ugye 4 hónapos korban lehet az első, hogyha már a kutya ugye kis újszülött korától megkapta az oltási protokollt, akkor 4 hónapos korában megkaphatja a veszettségoltást, és ezzel egyidejűleg megkaphatja a csipjét is. Természetesen ezek azért későbbiek folyamán, akár egy befogadott kutya esetében ezek kitolódhatnak, de a csipet továbbra is, én továbbra is javaslom minden gazdinak, de mivel törvény írja elő kötelező is, hogy beültettesse a csipet és beoltassa a kutyáját, ezáltal nagyon-nagyon sok kutya került már haza, akár többször is, mert ha esetleg szökősebb fajtáról beszélünk, vagy szökősebb típusú kutyáról, volt már többszörös látogatója is a kenneleknek, és minden egyes alkalommal haza tudott jutni. Hogyha maradunk még az állatbarát Rákosmente koncepciónál, ennek szintén fontos része volt az, hogy nagyon sok ugye kutya ürülékgyűjtő edényel gyarapodott Rákosmente, valamint kutya futtatókkal. Ezek ön szerint mekkora segítséget jelentettek az emberek számára? Hát azt gondolom, hogy ez jelenleg 13 kutyafuttatója van Rákosmente önkormányzat, illetve hát Rákosmentének. Ebből van, ha jól emlékszem, 3 vagy 4 körbe kerítve. Azt gondolom, hogy aki felelős állattartó, az vagy elmegy iskolába, vagy megtanítja behívni a kutyusát. Ha behívja a kutyáját, be tudja hívni a kutyáját biztonságosan, akkor el tud menni a szabadon kijelölt kutyafuttatókra is, anélkül, hogy a kutyusa eltávolodna tőle. És természetesen ezek a kutyaürülékgyűjtő edények, ami
az állatvédelmi koncepció keretében lettek kitelepítve nem csak a kutyafuttatókhoz, hanem egyéb közterületekre is, ahol ugye gyakori a kutyasétáltatás. A képviselők, ugye a területileg illetékes képviselők szokták jelezni, hogyha egy-egy sűrűbben látogatott kutyával is látogatott területet észlellek, és azt gondolom, hogy ez a számada, ez már folyamatosan gyarapodott. Tehát most már jócskán 50-en felül van a kutyaőrülét gyűjtő tartályoknak a telepítése. Ha már szóba hozta a felelős állattartást, tudom, hogy ez se egy egyszerű kérdés, pláne nem erre röviden válaszolni, de hogyan látja ennek a kérdéskörét? Én azt gondolom, hogy azért elég árnyalt még mindig a kép. Hát igen, a felelős állattartás ugye most már évek óta, akár 10 éve, amióta ez nagyon divatos kifejezés lett. Sokan vitatkoznak ezzel kapcsolatban. Én azt mondom, hogy egy felelős állattartónak a kutyája egészséges legyen. Ez is egy átfogó fogalom, de az egészség az nagyon sok mindent takar. Oltva legyen, csippelve legyen, és jól szocializált legyen. Ez abban is rejlik, hogy közterületen is ki tud menni vele, akár nem támad meg embereket, kutyákat, és természetesen úgy viselkedik, ahogy egy idézőjelben normális kutyának kellene. Ugye a fő témánk tulajdonképpen az, hogy újabb feladatokkal bővült az ön tevékenységi köre. Melyek ezek? Mert azt ugye pontosan tudjuk, hogy nagyon régóta dolgozik már az állatok védelmében, ugye Rákos Menti önkormányzata részére. Igen, lassan most már 6. éve, és mint ahogy említettem az elején is, már ugye bőven meghaladtuk az 1000. kutyát. A kennel látogatók létszáma ugye 1000 fölé gyarapodott. Továbbra is ugye a maradandó feladatok ezzel kapcsolatosan ugye a csipleolvasás. Vannak olyan kirívó esetek, amik sajnos egyre gyakoriak most már, hogy a gazdák felelőtlenül elköltöznek például, és nem cserélik ki vagy a telefonszámot, vagy a címet a kutya csipjében, állatorvosnál kell ezt természetesen megtenni, és akkor ilyen napokig tartó nyomozás indul a hatósági állattartási ügyintézővel együtt, hogy ki tudjuk nyomozni a kutyának a gazdáját. Úgyhogy akkor addig a vendégszeretetünket élvezi, kosztvártény, maximális ellátottság, ugye szigetelt kutyaház, csúcskategóriás tápot kapnak, illetve hát élelmet és sétáltatás van, úgyhogy simogatás, mindent megkapnak ezzel kapcsolatban. A másik része, hogy ugye a rosszabbik része az, amikor csip nélküli kutya kerül be hozzánk, akkor azért egy kicsit megnövekszik a feladatköröm ezzel kapcsolatban, tehát a menhelyekkel való kapcsolattartás, hogy ki tudja fogadni. Addig is ugye a kutyának az ellátása, ami nem egy egyszerű dolog, mert naponta 3-szor látjuk el a kutyust, a bent lakó kutyust. Természetesen ezt nem tudom egyedül bevállalni, úgyhogy továbbra is a hatósági állattartási ügyintézővel váltva oldjuk ezt meg, és ezen kívül ugye a gazdákkal való kapcsolattartás az interneten, a Facebook oldalon, illetve hát a közösségi oldalakon ugye a kapcsolattartás esetleg szaktanácsadással is kibővülhet ezek lennének a fő feladatok. Egy fontos dologra még beszéljünk, hogy gyakorlatilag minden év vége az elkoborolt kutyákról szól, ami nagyrészt az indokolatlan, hogy így mondjam, pirotechnikai és petárda használat miatt szokott bekövetkezni. Most bár ezt ugye 2020-ban betiltották, de a tűzijátékot nem. Hogyan látja ennek a kérdéskörét? Igen, valóban a tűzijátékot nem, és erre vonatkozólag én bízom benne, hogy azért divatja lesz az állatvédelmi szempontból
a csendes, a néma tűzi játékoknak is, mert nem igazán kívánom megvonni azt az örömet azoktól a gyerekektől, fiataloktól, akik tűzi játékot szeretnének látni, de azért pontosan arról szól, hogy ez a kompromisszumkötés, hogy azok, akik élvezik a hangrobbanást, azok legyenek tisztában, ha nem is kedvelik a kutyákat, mert nem szükséges kedvelni, én ezt is elfogadom, de hogy mekkora problémát és milyen mentális terheltséget igényel egy állatnak egy hangrobbanás. Sajnos a tűzijátékok jelen esetben is működni fognak, fel vagyunk készülve rá, és várjuk a bejövő kutyákat ezzel kapcsolatban. Végül egyfajta felhívásképpen, hogyha bárki bárhol mondjuk egy elkoborult kutyát vagy állatot észlel, hol, illetve milyen fórumon tudja ezt jelenteni? Budapest 17. kerületéről van jelenleg szó, mert nem szeretném, hogyha a környező települések is ezt félreértenék. Tehát Budapest 17. kerületében ugye működik a közösségi oldalon, nagy Facebook közösségi oldalon egy több mint 6000 fős állatvédelmi csoport, illetve hát akárki, aki keresi a kutyusát, aki esetleg kutyát talált, ott tudja nekem jelezni, és természetesen van e-mail címem is, azon is szokták jelezni, van egy állatvédelmi telefonszámom is megadva, az is a közösségi oldalon teljesen nyilvános. Ezen gondolatokkal zárjuk beszélgetésünket. Én szeretnék gratulálni ahhoz a sok-sok munkához, amit elvégeznek, és valóban a legfontosabb az, hogy mindenki felelősen tartson állatot és szeresse őket. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést. Nagyon szívesen. Viszonthallásra. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra.